Levél egy Párizsban tartózkodó kisasszonynak. André, én nem akartam beköltözni a maga Szvipácsa utcai lakásába. Nem annyira a nyulak miatt, hanem inkább azért, mert kínosan érzem magam egy zárt rendben, mely a maga lakásában még a levegő legkisebb hálószemeire is kiterjed. És ott van még beléjük tapadva a levendula kölni zenéje, egy hattyú poros szárny csuhogása, rará kvártettjének hegedű és cselló szólama. Keserű érzés belépni egy olyan környezetbe, ahol valaki úgy rendezte be a kellemes kis életét, hogy minden tárgy a lelke látható meghosszabbítása legyen. Emitt a könyvek, egyik oldalon a spanyol, másikon a francia és angol nyelvűek, amott a zöld ülőpárnák, a kis asztalnak ezen és ezen a pontján a kristályhamutartó, amely olyan, mint egy kettévágott szappanbuborék, és itt is, ott is valami illat, valami hang, valami terjeszkedő növény. A halott barát fényképe, a tálcára tett teás szervíz meg cukorfogó ceremóniája. Ó, kedves Andrea, milyen nehéz szembeszegülni. Noha az ember a saját lényének teljes alárendelésével voltak éppen el is fogadta, azzal az akkurátus renddel, amit egy nő alakított ki saját puha fészkében. Milyen nagy bűn megfogni egy kis fémcsészét és áttenni az asztal másik végére, csupán azért, mert az ember elhozta az angol szótárait, és itt kell lenniük ezen az oldalon, hogy kézre essenek. A csésze átrakása olyan, mintha egy Ozenfán színkompozícióból hirtelen egy borzalmas vörös folt harsogna ki. Mintha egy Mozart szimfónia leghalkabb pillanatában az összes nagybőgő húrjai félelmetes csattanással egyszerre elszakadnának. A csésze átrakása az egész lakás viszonylatrendszerét megváltoztatja. Minden egyes tárgy viszonyát a többi tárgyal, lelke minden pillanatának viszonyát a lakás és távol lévő tulajdonosának egész lelkével. És én nem tudok úgy odanyúlni egy könyvhöz, arrébb fordítani egy lámpa búráját, felnyitni a lemezjátszót, hogy szemem előtt, mint egy verép csapat, át ne suhanjon az az érzés, hogy meggyalázok és bemocskolok valamit. Maga tudja, hogy miért költöztem a lakásába, miért telepettem be a déli órákban kellemesen hűvös szalonjába. Ez olyan természetesnek látszik, mint minden olyan eset, amikor nem ismerjük az igazságot. Maga elment Párizsba, én megkaptam a Szvipácsa utcai lakást, sikeresen kidolgoztunk egy egyszerű és mindkettőnk számára előnyös megállapodást szeptemberig, amikor maga visszajön Buenos Airesbe, én meg odébb állok egy másik lakásba, ahol talán... De nem ezért írok magának, hanem a nyulak miatt. Úgy gondolom illik, hogy tájékoztassam. Meg aztán szeretek levelet írni. És talán azért is, mert esik az eső. Múlt csütörtökön költöztem át, délután 5-kor, ködös, nyomott időben. Már annyi bőröndöt csuktam be életem során, annyi órát töltöttem csomagolással, de minek is? Minek? Hogy az az egész csütörtöki nap árnyak és szíjak közt telt, mert amikor megpillantom a bőröndök szíját, akkor mintha árnyakat látnék. Egy korbács részeit, mely áttételesen ugyan, de rajtam csattan, álnokul és gonoszul. De azért becsomagoltam. Jeleztem a szobalányának, hogy mindjárt érkezem, és beszálltam a liftbe. Pontosan az első és a második emelet közt éreztem meg, hogy mindjárt kihányok egy kis nyulat. Erről a dologról sohasem beszéltem magának azelőtt, de ne higgye, hogy azért, mert inkorrekt lennék, csak hát az ember nem áll oda elmesélni másoknak, hogy időnként nyulat hány. Mivel mindig akkor történt, amikor egyedül voltam, hallgattam róla, mint annyi más dologról, ami a legintimebb magányban szokott történni az emberrel, vagy az ember úgy intézi, hogy megtörténjen. Ne szígyjon meg, érte, André, ne szígyjon meg. Néha megesik velem, hogy nyulat hányok. Ez nem ok arra, hogy ne lakhassak egy lakásban bárhol. Nem ok arra, hogy az ember szégyelje magát, és mindenkitől elkülönüljön, és minden magába temessen. Amikor érzem, hogy nyulat fogok hányni, két ujjamat, mint egy nyitott csipeszt, ledugom a számon, és várom, hogy a langyos kis pihék megbizseregessék a torkomat, mint egy pezsgő tabletta buborékai. Egy szempillantás alatt zajlik le az egész, gyorsan és higiénikusan. Kihúzom az ujjaimat a számból, és velük együtt, fülénél fogva, egy kis fehér nyuszit.
A nyuszi láthatólag jól érzi magát, teljesen normális, tökéletes kis nyuszi. Csak nagyon kicsi. Olyan kicsi, mint egy csokoládé nyúl. De fehér, és nem csokoládé, hanem nyúl. Ráteszem a tenyeremre, ujjaimmal felborzolom a pihéit, a nyuszi szemlátomást örül, hogy megszületett. Izeg mozog, és a bőrömhöz dörgöli a pofáját, néma, csiklandó örléssel, ahogy a nyulak szokták az ember tenyerén. Enni szeretne. Ekkor én, arról az időről beszélek, amikor még otthon laktam a városon kívül, kiviszem az erkélyre, és ráteszem a nagy virágcserépre, melyben az ebből a célból ültetett lóhere nő. A nyuszi égnek mereszti a fülét, gyorsan bekap egy zsenge lóherét, és tudom, hogy most már ott hagyhatom, és egy ideig ugyanúgy élhetek tovább, mint az a sok ember, aki a tanyákon veszi a nyulat. Az első és a második emelet között, mint egy előjeléül annak, hogy milyen élet vár rám a maga lakásában Andrea, éreztem, hogy mindjárt nyulat fogok hányni. Nagyon megijedtem, vagy inkább csodálkoztam, vagy talán a csodálkozástól ijedtem meg, mert alig 2 nappal a költözködésem előtt hánytam nyulat, és biztos voltam abban, hogy most egy hónapig, vagy akár 5-6 hétig nyugtom lesz. Nézze, az a helyzet, hogy én ezt a nyúl problémát tökéletesen megoldottam. A másik lakásom erkélyén lóherét ültettem, hánytam egy nyulat, betettem a lóhere közé, és egy hónap múlva, amikor éreztem, hogy mindjárt, bármelyik pillanatban, akkor odaajándékoztam a közben már megnőtt nyulat Moli nánénak, aki valami hobbinak vélte a dolgot és hallgatott róla. Közben egy másik cserépben már nőtt is a célnak megfelelő zsenge lóhere. Én nyugodtan vártam a reggelt, amikor majd egy felfelé nyomakodó pihés nyuszifül fennakad a torkomon, és az új kis nyúl attól kezdve ugyanúgy élt és ugyanolyan szokásokat vett fel, mint az elődje. A szokások, Andrea, a ritmus konkrét formái. Az a ritmusadag, ami az életben maradásunkhoz kell. Mihelyt kialakult az állandó ciklus, a rendszer, nem is volt olyan szörnyű nyulakat hányni. Nyilván szeretné tudni, hogy minek ez az egész cirkusz, a lóhere, meg Muli náné. Jobb lett volna rögtön megölni a nyuszit, és jaj, ha csak egyszer is hányna nyulat. 2 ujjal megfogná, és a nyitott tenyerére tenni. A mozdulat révén az épp csak egy pillanattal azelőtt megszakadt összetartozásuk szavakkal ki nem fejezhető légköre révén még magához tapadó kis életet. Egy hónap már távolságot ad. Egy hónap az méret. Hosszú szőr, ugrások, vad szemek, teljes közöny. Andrea, egy hónap az egy nyúl. De tényleg, egy igazi nyúl. De az első perc, amikor a langyos kis remegő szőrcsomóban még egy elkülöníthetetlen lény rejlik, mint egy vers az első percekben, egy idumájában töltött éj gyümölcse. Annyira hozzátartozik az emberhez, hogy egy vele. És aztán már annyira nem ő, annyira távol van már, a maga egysíkú, fehér, papírlap méretű világába zárva. Ennek ellenére úgy döntöttem, hogy mihelyt megszületik, megölöm a nyuszit. És 4 hónapig ott fogok lakni magánál. 4, vagy ha szerencsém van, 3 kanál alkohol a pofácskájába. Tudja, hogy egyetlen kanál alkohollal kíméletesen meg lehet ölni egy kis nyulat? A húsa aztán még ízletesebb, azt mondják. Bár én 3-4 kanál alkohol, aztán be a WC-be, vagy egy csomag a szemetes vödörbe. Mikor a lift a 3. emeletnél járt, a nyuszi már a tenyeremen fészkelődött. Sara meg odafent vár, hogy segítsen bevinni a bőröndöket. Hogy magyarázzam el neki, hogy egy röpke szeszély? Egy állatkereskedés? A zsebkendőmbe bugyoláltam a nyuszit, és betettem a felöltőm zsebébe. De a felöltőt nem gomboltam be, nehogy összelapítsam. Jóformán meg sem mozdult. Parányi tudata valószínűleg fontos tényeket világított meg számára. Hogy az élet függőleges irányú mozgás, aminek egy kattanás vett véget. De ugyanakkor egy alacsony, fehér, mindenre ráboruló, kölni szagú ég, egy langyos gödör fenekén. Sara semmit sem vett észre. Úgy lekötötte az a súlyos probléma, hogy hogyan egyeztesse össze a rendről vallott felfogását a bőröndömmel, a papírjaimmal, és azzal a közönnyel, amit például okkal teletűzdelt körülményes magyarázatai irán tanúsítottam. Amint tehettem, bezárkoztam a fürdőszobába, gyorsan végezni vele.
A zsebkendőt finom langyosság vette körül, a nyuszi hófehér volt, és azt hiszem, hogy szebb, mint a többi. Nem nézett rám, csak rágcsált, és jól érezte magát. Ami a rám nézés legszörnyűbb módja volt. Bezártam az üres orvosságos szekrénybe, és hátat fordítottam neki, hogy kicsomagoljak. Tanácstalanul, de nem boldogtalanul, nem bűntudattal, és nem a kezemet szappanozva, hogy a végvonaglás utolsó rángását is lemossam róla. Ekkor már tudtam, hogy nem leszek képes megölni. De ugyanaznap este egy fekete nyuszit is hánytam. És két nap múlva megint egy fehéret. És a negyedik estén egy szürke nyuszit. Amikor a hálószobát takarítja, 9-től 10-ig a szalomban nagy lármát csapok. Fölteszek egy Benny Carter lemezt, ami betölti az egész lakást, és mivel Sara is szereti a szaétákat, meg a pazodoblékat, a szekrény felől nem hallatszik semmi zaj, de az is lehet, hogy valóban csönd van, mert a nyusziknak az már az éjszaka, és alszanak. A nappaluk vacsora után kezdődik, amikor Sara a cukorfogó csilingelése közepette kiviszi a tálcát, és jó éjszakát kíván. Igen, Andrea, jó éjszakát kíván. Ez a legkeserűbb az egészben. És bezárkózik a szobájába, én meg hirtelen egyedül maradok. Egyedül azzal az átkozott szekrénnyel. Egyedül a kötelességemmel és a szomorúságommal. Kiengedem őket, ügyesen kiugranak a szekrényből, megrohamozzák a szalont, és élénken szaglásszák a lóherét, ami a zsebemben lapult, most pedig tűnékeny csipke mintákat rajzol ki a szőnyegen, amiket ők egy pillanat alatt megváltoztatnak, összekuszálnak és szétszednek. Jó étvágya lesznek, némán és illedelmesen. Eddig egy szót se szólhatok, csak nézem őket a kanapéról, egy érdektelen könyvvel a kezemben. Én, aki el akartam olvasni a Giraudó összest, Andrea, meg a López argentin történelmét, ami ott van a legalsó polcon, és megeszik a lóherét. Andrea, én nem tudom, hogy fogom kibírni. Ha emlékszik rá, azért jöttem ide, hogy kipihenjem magam. Nem tehetek róla, hogy olykor nyulat hányok, hogy ez a költözködés bennem is felborított mindent. Ez nem nominalizmus, nem mágia, csupán az, hogy a dolgokat nem lehet csak úgy ukmukfuk megváltoztatni. A dolgok néha egy éles fordulattal más irányba mennek, és miközben az ember jobbról várja a pofont. Hát így, Andrea. Vagy netán másképpen, de mégiscsak így. Most, hogy ezt a levelet írom, éjszaka van. Délután 3 óra, de nekik éjszaka. Nappal alszanak. Mindent elkövetek azért, hogy ne tegyék tönkre a holmiait. Az alacsonyabbi könyvespolc könyveit megrágták egy kissé, látni fogja, hogy egy kicsit átrendeztem őket, így nem szúrnak szemet Sarának. Nagyon szerette azt a porcelán álló lámpáját, amelyen pillangók vannak, meg középkori lovagok? Alig látszik a repedés. Egy egész éjszakán át dolgoztam egy angol cégnél vásárolt különleges ragasztóval. Ugye tudja, hogy a legjobb porcelán ragasztót az angol cégeknél lehet kapni. És most mindig ott strázsálok mellette, hogy egyik se tudjon felágaskodni rá. Szinte megható, hogy mennyire szeretnek ágaskodni. Ez a távoli ember utáni vágyakozás, vagy talán a fel alá járkáló és komoran rájuk meredő istenük utánzása. És azt is észrevette nyilván, talán gyerekkorában, hogy egy nyuszit is lehet büntetésből a sarokba állítani, és elérni, hogy órákon át ott álljon szép nyugodtan, a falnak támasztott tappancsaival. Andrea, drága Andrea, csak az vigasztal, hogy 10 vannak, és ezzel, mintha elvágták volna. Az utolsó nyuszit 2 hete tettem a tenyeremre, aztán semmi. Csak ez a 10 van most nekem. A nappali éjszakáik, meg ahogy növekednek, már csúnyulnak és szőrösödnek. Már kamaszok, és nem bírnak magukkal. Tombolnak és felugrálnak Antinoos mellszobrára. Ugye az a fiú, aki vakon néz maga elé Antinoos. Vagy a szalomban futkároznak, ahol visszhangzanak a dobbanásaik, úgyhogy gyorsan ki kell onnan kergetnem őket, nehogy Sara meghallja, és megjelenjen az ajtóban, halálra rémülve, és talán Halloweenben. Mert Sara biztos olyan Halloween-es fajta. És akkor csak 10 gondolja meg. Van azért egy kis öröm is ebben az egészben. Az egyre nagyobb nyugalom, mellyel a ház kapuján belépve nekivágok az útnak, az első és a második emelet sivár mennyezete felé.
Elég is ennyi. Mindezt azért írtam meg, mert fontosnak tartom, hogy bebizonyítsam magának, nem vagyok olyan nagyon vétkes abban, hogy a lakásom menthetetlenül tönkrement. Itt hagyom ezt a levelet, várja itt magát. Rémes lenne, ha a postás adná át magának egy napsütéses párizsi reggele. Az éjszaka a második polcon lévő könyveket is megfordítottam. Már oda is fölértek. Úgyhogy felágaskodtak, illetve felugráltak rá, és megrágták a könyvek gerincét. De csak azért, hogy a fogukat élesítsék, mert éhesek nem lehettek, hiszen ott az a sok lóhere, amit veszek nekik, és amit az íróasztal fiókjaiban tárolok. Szétszaggatták a függönyöket, a fotelek kárpitját, felszakították Augusto Torres önarcképének szélét, beletaposták a szőnyegbe a szőrüket, és rikoltoztak. Ott ültek a lámpa fénykörében, körülvettek engem, hogy úgy mondjam, imádtak, és egyszer csak rikoltozni kezdtek. De úgy, ahogy én még nyulaktól sose hallottam rikoltozni. Próbáltam kiszedni a szőrüket a szőnyekből, lesimítani a megrágott festmény vásznának szélét, és újra bezárni őket a szekrénybe, de hiába. Már kezd feljönni a nap, és lehet, hogy Sara mindjárt fel kell. Szinte furcsa, hogy ez csöppet sem izgat. Szinte furcsa, de az se izgat, hogy itt ugrálnak, és keresik, hogy mivel játszanak. Nem vagyok olyan vétkes, majd meglátja, ha hazajön, hogy sok kárt helyrehoztam a porcelánragasztóval, amit egy angol cégnél vettem. Minden lehetőt megtettem, hogy megkíméljem magát a bosszúságtól. Ami engem illet, a 10 és a 11 közt egy, hogy úgy mondjam, áthidalhatatlan szakadék tátong. Vagyis hát 10 az még rendben volt. Egy szekrénnyel, némi lóherével és reménységgel mennyi mindent fel lehet építeni. De 11 az már nem. Mert ha azt mondom 11, az már Andrea biztosan 12. Ám abból a 12-ből 13 is lehet. Akkor hát itt az új nap, és a hideg magány, melybe belefér egy kis derű, sok-sok emlék, maga, és talán mások is. Itt van ez az erkély, a város elsős zajai közt ébredező Suipacha utca fölött. Nem hiszem, hogy nehéz lesz összeszedniük a kövezeten szétfröccsent 11 nyulat. De talán oda sem figyelnek majd rájuk, mert a másik testtel lesznek elfoglalva, amit ajánlatos lesz gyorsan elszállítani, mielőtt felbukkannak az első iskolások. Ez volt az utolsó része a felolvasós sorozatunknak, reméljük lesz folytatása. Köszönjük szépen, hogy velünk voltatok!